Ennek a pirtói üzemnek a kazánházában találtak rá egy holttestre október 24-én. Mint kiderült, egy 65 éves férfit vertek halálra. A helyi lakos megölése kapcsán egy 66 éves férfit vettek őrizetbe a rendőrök. Kollégáim az esettel összefüggésben október 27-én délelőtt emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt előállítottak és őrizetbe vettek egy 66 éves pirtói férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyos mértékben bántalmazta áldozatát, hogy az belehalt a sérüléseibe. A nyomozók előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására. Az ügyet a megyei főkapitányság munkatársai szakértők bevonásával vizsgálják.